veletek az én keresztfámhoz. Üdvösség te kultárához! A Szucsán Banda kezdte még áprilisban a nagy sikerű tömbelső koncertsorozatot Pakson a Szabó Erzsébet utcában. Őket még számos előadó követte, mintegy 35 fellépő próbált kultúrát becsempészni az utcákon keresztül az otthonokba. A koncerteken készített fotókat most Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ bejáratának hatalmas üvegajtóin kiállították, valamint a koncertsorozatot népszerűsítő posztereket is. A hét tabló mintegy 50 fotót tartalmaz. A felvételek a járvány időszak első hullámának hangulatát idézik fel Nagy Marcell és Kisgé Péter paksi fotósoknak köszönhetően. Április 13-a és július 3-a között 25 alkalommal 35 tömbelső koncertet szerveztünk Pakson, illetve két alkalommal Dunakömlődön, és amikor ezeknek a koncerteknek a véget ért, akkor a Paks Press hírügynökségtől Kisgé Péter megkeresett bennünket, ugyanis ők minden alkalommal részt vettek a koncerteken, és fotóztak, vagy Nagy Marcell fotózott, vagy pedig ő maga Kisgé Péter. Mi lenne ebből egy kiállítást rendeznénk? Az eredeti terv az volt, hogy a nagy kiállítónkban rendezzük meg a kiállítást ősszel, de a járvány második hulláma miatt sajnos ez nem valósulhatott meg, és arra gondoltunk, hogy a főbejáratnál, az üvegajtóra kifelé, tehát a közönség felé állítjuk ki a tablókat, és mellé csatoljuk a plakátokat, tehát mind a 25 alkalomról készült plakátot is. Kisgé Péter korán kezdte a fotózást, 12 éves korában. Középiskolában már eldöntött tény volt, hogy ő egy életen át ezzel szeretne foglalkozni. Én igazán fotoriporter vagyok, tehát a fotózásnak nagyon sok ága van. Ez áll hozzám a legközelebb, és ez volt van a hivatásom is. Szinte valamennyi tömbelső koncerten ott voltunk a pandémiás időszak első hullámában. Én azért is szívesen jártam ezekre, mert találkozott egyfajta olyan akarat, amelyben az előadó művészek, a szervezők és a közönség is azon volt, hogy egy ilyen nehéz időszakban mégis tudjunk nyújtani egymásnak valamit, ami egy kicsit az akkor ránk zúdult és hirtelen még nehezen feldolgozott helyzetben egy kis átmeneti könnyebbséget adott néhány órára. A képeink elsősorban erről szólnak, tehát nem csupán dokumentatív rögzítése egy-egy eseménynek, egy-egy koncertnek, hanem annak a helynek, annak az időszaknak, annak a környezetnek, annak a helyzetnek a megélésének is az ábrázolása egyúttal. 7 tablón több mint 50 kép van kint. Ez egyfajta eszenciája ezeknek a tömbelső koncerteknek. Szinte majdnem minden előadót igyekeztünk megjeleníteni ezeken a tablókon is. És azt is, amilyen szokatlan helyzetben, mert ugye többnyire valamilyen művelődési házban, színpadon, koncertteremben történtek eddig. Most ők kijöttek a szabadba, de ugyanazzal az előadással, akarással, szeretettel, közönség iránti vonzalommal játszották el ezeket a számokat a legjobb tudásuk szerint, ami egy teljesen egy új világ azért mostani. Szerettünk volna minden előadót megmutatni, mert nekik ezért köszönettel tartozunk, már csak azért is, mert ők ezt mindenféle honorárium nélkül végezték el, és az ő fizetségük a közönségnek az elismerése és a tapsa volt. Tehát szerettük volna mindegyiket ezért megmutatni. Másrészt megmutatni az egésznek a hangulatát, ahogy ezek történtek, és ahogy az emberek az ablakból nézték ezt a koncertet, őket is nyilván azért meg kellett mutatni a közönséget, az embereket is, akik nem csak azért jöttek össze, hogy jó zenét hallgassanak, hanem azért, hogy egy kicsit a lehetőségeken belül együtt legyünk.